A férfi kosárlabda NB1 B-ben a Nyíregyháza Blue Sharks az MTK Török Bálintot fogadta, 9-0-val nyitottak a miénk, és úgy tűnt sima lesz az első negyed. A vendégek azonban a játékrész második felében ledolgozták a hátrányt és egyenlítettek, a második negyed viszont a nyírségieké volt, és sikerült komoly előnyt kiharcolni, majd a folytatásban tartotta a különbséget a Nyíregyháza. Az utolsó negyedben viszont voltak meleg pillanatok, és 67-60-nál 4 perccel a vége előtt Cura bedobott egy triplát, majd Mokánszki és Hárman volt eredményes a büntető vonalról, így 73-66-ra megnyerte a találkozót a Blue Sharks. Nem könnyű, illetve azt mondanám, hogy nem könnyű olyan játékosoknak játszani, akik nem annyira tapasztaltak. Ha egy picit nagyobb tapasztalatunk lenne, akkor nyugodtabban tudnának játszani a játékosok, és ilyenkor meg lehetne mutatni azt az igazi különbséget, ami van a két csapat között, de talán majd el fogunk jutni egyszer ide is. Örülök annak azért, hogy az ilyen győzelmeket végül is már magabiztosan tudjuk hozni, és nagyon örülök annak, hogy sok fiatal játékosunk a pályán volt, hiszen azért a végjátékban, amikor kellett tartani az eredményt, és kritikussá válhatott volna, esetleg közel tudott volna kerülni az MTK, akkor egy Mokánszki Máté és Itku Marci centerpárossal voltunk fönt, és nagyon örülök annak, hogy ők is megállták a helyüket. A Nyíregyháza vasárnap ismét hazai környezetben játszik, akkor a nagy körös lesz az ellenfél. A vendégek a 11. helyen állnak a tabellán, így a Blue Sharks a meccs favoritja. A bajnoki után már a HEP kupa döntőjére készül a csapat, Zsinórban harmadszor lesz ott a 4-es fináléban a Nyíregyháza, a jövő héten pénteken Győrben kezdődik a döntő. Az első ellenfél a Honvéd lesz, mely ellen néhány hete bajnokin győzött a Nyíregyháza idegenben.